Ahó. Na. Egy teafőzésnyi idő alatt. Egy kicsit át fogjuk mozgatni a készfejeket. Sok-sok hírolvasás, görnyedő hátak, elfáradt hüvelykujjak. Segítsünk rajtuk. Szóval, praszlik a ponyapulton. Kényelmesen újak fogán szétterülni, nem kell széttárni, nem kell összezárni, csak kényelmesen fogod magadat. Picit akár felemelkedhetsz lábujjhegyre, egy icipici súly kerüljön rájuk, de nem kell rá tehénkedni, attól azért óvakodjunk. És jobbra, balra, kicsit, puhán vezess át a testsúlyodat. Ez csak azért van, hogy kezed is felfogja, hogy vele fogsz most foglalkozni. Egyszerű, vele csak fog össze, és csak puhán lazán mozgasd a csuklódat, és visszafele is. Csak óvatosan puhán. Majd egyik oldalon is, másik oldalon is. Kényelmesen nyújtogasd le az új töveket. És ha készen állsz, akkor mehetünk. Megint egy picit felé a testsúlyt. Az új tövek, azok maradnak mindig az asztalon, a csuklóra ne terhelyek. Ha azt érzed, hogy felemelkednének az ujjak, akkor nem gyakorlatilag. Mindig maradj fölött. És akkor csak passan, először csak egyik kéz, másik kéz. Csak elemel a kéztől, elemel a csukló. Nem a masszírozat. Nem baj, hogyha ez csak pár milliméter, ha csak ennyi, az se baj. Több, akkor örülsz neki. Hónapok munkájával egészen szépen ki lehet nyújtani ezeket a szolgokat. Próbáld meg egyszerre felemelni a kettőt. Felemeltem. És le. És fel. És le. Onnantól, hogy állsz a lábadon, nyilván egy picit könnyebb, mert hiszen nem kell valóban elvédni a testsúlyodat, ez egy nagyon jó rávezetés ahhoz, hogy a később évben akár ezt hasznosítani tudtam minden nap életedben is. Még gyerek hármat csinálj. A hüvelykujjak egy picit segítenek igazából. Kettő. Támaszkodhatsz, ez nem számít csalásnak, de az a lényeg, hogy az új tövek mindenképpen maradjanak le. És leengedem. A könyökök ilyenkor, ha jól látod a videón, egymást fele néznek a könyökhajlatok. Most próbáld meg, hogy ugyanúgy leszorítod az új töveket, viszont csak a könyöködet kifordítod előre, és vissza. Előre, vissza. Remélem, hogy ez alatt ne csúszom fel a vállad a nyakadba. Tehát szépen elegánsan szemléld a mozgást a könyöködben. Ez csak azért van, hogy őt is egy kicsit átmelegítsük már. Tulajdonképpen az, hogy a kézfejre terhet, igazából mind a könnyök, mind a vállizület nagyon komoly plusz terhelésnek esik áldozatul. És ez a mai világban sajnos bizony mindenkinél jelentkezik. Kicsit többet nyomkodjuk a telefonokat, kicsit többet olvasunk. Többet tájékozódunk. És ha megvoltál, akkor csak fordítsd át a jobb kéz, elfejled a kéz hátra, és vissza, és a bal kéz hát, és vissza, és csak kezd el a súlyt vinni újra a jobb és a bal vállat között, majd milliméterenként kezdj el kifele fordulni az ujjaiddal, figyelj rá, mindig az ujjakon keresztül gördítsd a tenyeredet vissza talajra, talajra, konyhapultra. Igazából azért választottak ezt a konyhát, mert ameddig lefő egy tea, az alatt kényelmesen át tudod tornáztatni magadat. És megérkeztél hátra,
akkor egy picit próbálj még beleterhelni, kicsit tolni a kéztövet előre, mint hogy a falhoz akarnád csúsztatni a kezedet, csak nem engeded neki. És kezd el lefele húzni a válladat. Hátra és lefele. Majd folytasd a sétát, és csak sétálj vissza ugyanígy, kényelmesen előre. Pici súlyezők legyen rajta, mert nem sok értelme a szegény gyakorlatozásnak. És ha megérkeztél, csak helyez kell a súlyod. Helyezd át az egyik kézhátadra, kézfejet. Figyelj rá, hogy itt a csuklót a fal fele fogod tolni, tehát nem bele töröm és nem bele tolom a talajba, hanem csak finoman, mint hogy el akarnád pöckölni valamit arra fele. A fal fele fog nyújtózkodni a csukló. Kézujjakat pedig nem bele nyomom a konyhapultba, hanem finoman vezetem magam felé, mint el akarnám húzni. Mintha ezt a részt, ezt itt, így szét akarnád nyitni, nyomni. Így. Csak figyeld meg, hogy a szalagok örömükben táncot fognak lejteni. A könyöködet próbáld a középső ujjad felé vezetni, tehát ne túlzottan befele, hogy a vállad betörjen, és ne is túlzottan kifele, mert úgy meg nem fogod érezni. Szépen kezd el vezetni a konyhapult fele. Szépen puhán, óvatosan. Figyelj, hogy ne feküdjön át, tehát próbálj meg lent tartani az ujjtöveket a konyhapulton, és az utolsó pillanatig törekedj elfele a fal fele. Kényelmesen, puhán, vegyél levegőt folyamatosan, majd óvatosan vezessd vissza, és csere másik kéz. Finoman húzd meg, és itt is elfele. De ki akarnád húzni a kezed alól, a kézfejet tolod elfele, és hajlít a könyök. Szépen lassan megtalálom én is a saját hangomat. Kezd el hajlítani lefele. Megdöbbentően keveset foglalkozunk az alkarral, úgy általában is. De ha már úgy adta a sors, hogy ennyi órát tudunk saját magunkkal összezárvalni, akkor nem biztos, hogy elhagyja kicsit ezzel is foglalkozol. És vissza. Ide. Oda. Vissza. És megint sétálunk. Kezd fel és újt. Séta. Séta. Egyre ízesebben próbáld lenni. Ez fejedet. És akkor megérkeztek szinte szembe valat. Kezdj el. Elfele is sétálni. Megnyitni a csuklózót. A görcsös hátsó lázd ki, kezedet nyugodt. És sétta vissza. Vissza, megyünk. És vagyunk. És legyen a testsúlyt. Könnyek ugyanúgy a középső fele megy. Megint csak segített, tehát nem támaszkodok rajta. Csak segített neki. És az a cél, hogy mind a négy új, lent maradjon az új végekig. Működmesek előnyben, de csak az új végek nem emelkedhetnek el a földtől, talajtól, teljesen mindegy. Megint elkezdtem. Finoman. Köszönöm. Talajhoz. A hüvelyköd, hogyha elemelkedik, akkor próbáld meg küldeni az újak irányába tovább. És itt is az új töveket. Szalagokat. Nem kapaszkodj bele. A kis új szeret a legjobban szökni, bár ember válogatja. Mindenképpen tartsd le az összeset. Majd óvatosan helyezd vissza. És másik kéz ugyanez. Csak irányt adj neki, segítsd meg. A könyök nem megy befele, nem megy kifele. Középső új. Bizony, középső új. Fele megyünk, innen emlékezni fogtok egy életre. Ha valami nagyon kényelmetlenül eldeformált új, akkor ezt nyugodtan kicsit igazgassátok meg. És érkezik lefele. Puhán, itt is ne lefele told, hanem elfele húzd
igazából az alkart, és közben mélyítsd a könyöködet. Egy szép napon majd le fog érni a konyhapultra. És visz. Most ezt túlélte, kicsit óvatosan, fokozatosan helyezd felé a testsúlyodat, és egy kicsit köröz. Először jobbra, és az új tövek maradjanak a földön, tehát ne csuklódat nyom bele, hanem az új töveket. Csak mintha zongorázna. És helyezkedj vissza. Kész hátakat tedd le a konyhapultra. És jön a koszteszt, a konyhai koszteszt. Fölemelem, és szépen ízesen lehelyezem. Kész fejemet innen ujjak indítanak, nyitnak, fölfordítják a kész hátat, és legördülnek. Fölgördülnek, igazából hasizmot csinálnak az ujjaid, és le. És föl, fordul, legördül, föl, fordul, legördül. Ugyanígy számítógép asztalnál is ezt csinálni, csak én most éppen arra gondoltam, hogy konyhapult az például pont minden színész lakásban is van, illetve lehet, hogy vannak olyanok, akik a nézők soraiban megbújnak, akinek az egyetlen nyugodt hely talán a lakásában a napokban a konyhája tud lenni, hogyha nagyon próbálkozik. És mit ilyen szépen, izoláltan műtögetted a kész hátnál. Állj meg! Tenyeret teszem az alkar alá, és itt is nem szorítani fogom, hiszen be is zárulnak az ujjatörletek, nem sok értelme van, hanem igazából csak megfogom a bőrt, elsősorban az alkar hátulján, és elkezdem finoman lefele húzni a könyökön fel a bőrt. Egy picit megnyitom ott az űrtag csuklóban, széttárom az ujjaimat, mint egy medúza, és próbálom minél inkább a könyökön fele összeszárni. És közben húzom a bőrt folyamatosan az ellentétes kezemmel, innen nyílik, mint egy húsevő növény, és szétnyitod. Innen messzire, és csak húzom a kacsacsört, és nyitom. Ebből csinálunk négyet. És a negyediket egy picit tartsd meg. Húzd meg jobban a bőrt, még jobban húzd a kacsacsört. Érezhetsz a kéz hátadon egy feszülést. Azt keressük, az egy szalag, az nem a bőr. És visszanyit. Csere, másik kéz. Megfogom. Karóra barát gyakorlat. Húzom lefele a bőrt, vagy feltolom karórát, és alulba húzom ki a bőrt. Szétnyitod, és kacsacsör. Béni, béni. Szétnyitom, kacsacsör. Szétnyitom. És próbáld egészen húzni be. Remélem, hogy látszik is, hogy egy picit talán, hogy egészen a bicepszig a vállizületig bekapcsolnak az izmok az erőködéstől. És még egy utolsót tartsd meg egy picit, próbáld húzni. Itt is olyan, hogy a csuklót el akarnád tolni messzire. Az ellentétes kezedbe pedig húzod lefele a bőrt, és szétnyit. És pihi. Csere. Fogd meg a könyököt két oldalát. Ha itt benyúlsz, itt, meg itt, itt érezheted az alkarodnak két végső csontját, innen indulj a gyalog lefele. És hogyha ügyes vagy, akkor itt megtalálod, itt van kettő izomnak a találkozása. Ezen egy picit gyurmázd végig a saját kezeddel a másik alkarodat, viszonylag jól fog neki remélem esni a kis házi tornánk után. Csak kicsit dögönyöd meg, és lehet, nem túl kellemes, viszont annál hatékonyabb. Elkezded így csűrni, csavarni, mint hogyha egy rongyot akarnák kicsavarni. Tehát nagyon szépen felfrissül a vérkeringés. És másik kéz. Egyik csontja. Másik csontja. És slattyog lefele. És megtalálta. És egy picit ott le. Pattogtatjuk az izmokat a csontról. Lassan kezdünk tényleg egy főzőműsorhoz hasonlítani. Majd csűri, csavarja, csűri, csavarja, csűri, csavarja. És megérkezett. Akkor örül.
Letámaszkodik, új tövek vannak letámaszva, főleg azokon van a súly. Vádol a csavart hátránkettel. És mint hogy egy kicsit lábújhegyen vagy, így meg tud már csekkíteni egy kicsit. Amennyire lehet átnyújtott könyökkel. Csak forgasd a válladat. Hátra. És előre. Ha ügyes vagy, és rutinos, és nagyon szép ellenerőt adsz magadnak, akkor egészen jól el lehet fáradni benne. Érezd, hogy a lapockák csúsznak a bordákon. Próbáld minél jobban kitolni magad fölfele. Tehát olyan tornász lenni. Ja. És fordíts át a pultnak. Válad a csavart hátra. Kezeket fogd össze. Tedd a keresztcsontodra. Húzd ki magad el, egyenesen fejtető törekszik fölfele. Zárd össze az kéztöveket. És először csak próbáld meg a könyököket közelíteni a hátad mögött, amennyire csak lehetséges. Vegyél levegőt, közelítsd őket. És próbáld meg elemelni, miközben ez a közelítés tart. Úgyhogy a kéztöveket nem engeded szétnyílni, hanem szorítod őket össze. Emeld el a keresztcsontot, és csak enged vissza. És elemel, és vissza. És elemel, és vissza. És még kétszer-háromszor, de lehet tízszer is, ha gondolod, akkor nyugodtan ismételgesd. Érezheted, hogy megnyílik a vállad előső része. Majd próbáld meg, kicsit az elemelés közben, a könyökök közelítenek, kicsit fölfele emelni, és egy íven át letenni a konyhapultra. És egy íven át szorít össze a kéztő, vissza a hátadra. És fönten át, le, fönten át, vissza, fönten át, le, fönten át, vissza. Folytasd szépen, megnézem, hogy megint hiába dolgoztam el. Úgy látszik, hogy ma még nem, úgyhogy folytassuk is. Fönten át, le, fönten át, vissza. Picit pihentesd, nyisd szét a könyököket, és kezd el picit, mint hogy elől akarnád őket közelíteni. Picit nyugodtan domborítsd is bele a hátad. Nyakadat nem kell betörni, csak engedve, hogy finoman nyújtózzon a gerinc. És vissza, megint zár a kéztő, közelít a könyök. És helyezd vissza. Most próbáld meg kinyújtani a könyöködet. És támaszd le tenyereket a konyhapultra. Kicsit el is léphetsz, ha még van helyed a konyhapulton elfele. És finoman hajtod a tért, egyenes a hát. És a két kis ujj, ők azért így barátságban maradjanak egymásra, tehát maradjanak szinte egymás mellett teljesen. És elkezdek elfele gyaloglászni az ujjacskákkal, miközben még itt a guggolást. Ha nagyon szépen letudták guggolni, most neki is tudsz támaszkodni a konyhapult szélének, ami tök menő, mert így már combizom gyakorlat is. Ilyenkor sétálj nyugodtan a lábujjakkal annyira, hogy 90 szokon fogod zárjon be a combod és a lábszárad egymással, és próbáld mélyíteni a nyújtást, amennyire engedi. Figyelj, hogy a lapockákat húzd le, a vállak távol a fülektől, a fejtető szépen hosszan fölfele törekszik. Picit áldogálj benne. Majd a lábaid segítségével fokozatosan húzd vissza a kézfejeket, és engedd le őket egy picit. Rázd ki, utolsó gyakorlat következő cselekészbe szó. Tulajdonképpen egy adag barna rizs lefőzés alatt, ezt meg is lehet csinálni az egész gyakorlatot. Egyik könyök és másik könyök. Válszélességnél kicsit szűkebben, tehát inkább a váll belső szél, tulajdonképpen a mellkasod szélességében van a két könyök. És szurkolunk a mielőbbi színházba való visszatérésért, és illetve gyakoroljuk a legújabb kötelező köszöntési formát, ami a namaszté. Ezzel garantáltan nem fogsz baktériumokat terjeszteni,
Na most kérem, innen. Most kipihentük magunkat. Nem lefele. Elkezdem elfele húzni a felső testemet. A konyhapult szélétől. Akinek érzékenyek vagyok, hogy nyugodtan tegyen alá egy konyhalót vagy valamit. Húzza elfele. Próbáld meg azt, hogy nem engedett, hogy belefeküdjön a vállat, hanem szépen lapockák a folyamatra lehúzva. Próbáld mélyíteni a fejedet. Két felkar közé. És szépen lassan vissza. Ez eddig eléggé könnyednek tűnt. Na de, jön a tapsos gyakorlat. Ahol még kényelmesen érzed, hogy akár egy picit már nyúlik a tricepszed, de még azért bőven kényelmes a pozíció, lehúzott vállakkal. Ott szétnyitom a két tenyeremet, és visszacsukom. Majd egy picit mélyebbre megyek. Itt is próbáld szétnyitni, és visszacsukni. Ezt egészen addig folytasd, addig tulajdonképpen bármi meg lehet, hogy képtelenné felszarra, hogy szétnyisd a két tenyeredet egymástól. És az a lényeg, hogy tapshoz ne kelljen elmozdítani a vállalatban, felkarokban semmit. Tehát ne kelljen megemelni a vállalat, csak tapsolok, és aztán visszaengedem, mert úgy nem sok értelme van. A mozgás tartomány szélén való erősítés ez a gyakorlat, és azért nagyon hasznos, mert automatán bekapcsolja a lapocka összezáró izmokat, a lapockákkal elkezd közelíteni, ezt tetejük elkezd szétnyílni, ezzel elősegítik a felső háti szakasznak tulajdonképpen folyamatos tónusban tartását. Ahol már nem nagyon tudod szétnyitni, ott egy picit állj meg. Megálltál, vegyél folyamatosan a levegőt, és próbáld igazából szétnyitogatni, tulajdonképpen nem fog megmozdulni semmi, ez nem meglepő, hiszen a mozgástartományod szélén vagy, de a szándékodban legyen az, hogy mozgatod szétfele, két kéz fejet egymástól. Már tulajdonképpen amit felgyújtották volna a deltaizmodat, valószínűleg a tricepszedet is, és érezheted, hogy egészen megdöbbentő módon sok hátizmod bekapcsolt, és olyan, mintha nagyon-nagyon erősen dolgoznál, ezt az érzést keressük. Csinálj meg egy párat, gondolatban akár, majd engedd a hátadhoz a kézfejedet, csak pihenj egy picit, feküdj bele, próbálj meg ne teljes pihenőt adni a vállalat, tehát ne engedd, hogy szétforduljon vagy szétessen ez a tartás. Csak szintén a fejed súlyával nehézkedj bele ebbe a pozícióba. Majd először a kézfejed emelkedjen vissza függőlegesbe, és egy domborításon keresztül húzd ki a fejed, lépj közelebb a konyhapulthoz, megnyúzott tagjainkat, pihentetjük. Fiúk, hogyha bárki unatkozik, vagy esetleg igazi barna rizst főz, ami 45 perc, innentől indulhatnak a fekvő támaszok a konyhapult szélén. Akár betámasztott ujja, bevágott fejjel a szekrénybe, perverzebbeknek pedig minél messzebbről támasz nélkül, borda kosár mellé engedett könyökkel. Jó szórakozást!